Köszöntöm Önöket! Kifinomult, lágy, kecses mozgásforma, amely a szépséget és a tisztaságot képviseli. A balett a tánc olyan drámai megjelenése, amely magával ragadja művelőjét és közönségét egyaránt. Mai műsorunkban Feketéné Kunildikó magyar köztársasági ezüst érdemkereszttel kitüntetett, nívó és tehetségekért, valamint megyei prímadíjas balettmesterrel beszélgetek, akinek tanítványai itthon és külföldön is óriási sikereket érnek el. Azt kérem, nézzék el nekem, hogy tegeződök Ildikóval, mivel egykoron én is a tanítványa voltam, és kapcsolatunk már-már baráti. Fejecskéd, kukucs. Ne lefelé, hanem oldalt vidd a fejed, bizony. Az emelve van. Tartsd a medencédet. Még nagyon lehallítod, így nagyon leveszed a vigyázra. És? Mikor fogalmazódott meg benned először, hogy balerina szeretnél lenni? Ez egy nagy-nagy-nagy gyerekkori álom volt, amit kisebb-nagyobb kitérők után 27 évesen megvalósíthattam, amire egész életembe vágytam, ami mondhatnám egy nagy titok volt, még magam részére is, számomra is, hiszen nem volt elképzelésem, hogy egyáltalán hogy juthatok én ehhez, hiszen valamikor 10 éves koromban felvételiztem a akkor még balettintézetben, és a harmadik rostán kiestem. Na hát akkor egy világ omlott össze bennem, és azt hittem, hogy vége a balerinaságnak, amit egyébként úgy éreztem, hogy az az életem, odavaló vagyok. Ez az én iskolám, nekem itt kell tanulnom, itt kellene fejlődnöm. Imádtam a balerinákat, majdnem mindenkiről szóról szóra tudok mindent a régi nagy balerináknak. Volt egy édes sztori, soha nem felejtem, mert olyan 10 éves voltam, és a Lakatos Gabriella táncolt, azt hiszem a Róna Viktorral, Chopinnek a Lány és a Halál darabját, és csak azt vettem észre kamaszként, hogy Lakatos Gabinak jár a szája, miközben harcolt a halállal. Édes jó Istenem, hát miért, meg hogy, meg mi? És felnőttként, nem tudom hány évtized után, levetítették a tévébe. És leolvastam a szájáról, hogy miket mondott, káromkodott. És úgy harcolt a halállal, hogy közben ő mondta magáét. És valami fantasztikus volt, és valami olyan meghatározó élmény, hogy igen, hát ezt így kell átélni, így kell előadni. Igen, én is lehettem volna ilyen. Igen, ezt én is így, talán pont így táncoltam volna el, hiszen temperamentumban én egy nagyon allegró táncos voltam, meg vagyok még, mint balettmester. Tudtam, hogy ezt a technikát meg tudom csinálni, és majdnem, hogy ugyanígy. Úgyhogy valami óriási élmény volt számomra. Hát, hogy aztán hogy sikerült, mint sikerült, egy kisebb-nagyobb kitérők után nem volt könnyű dolog, mert azért a családban dolgoznom kellett, tanulnom kellett ahhoz, ha egy másik pályán is valamit el akarok érni, hogy így lettem könyvtáros, először az Egri megyei könyvtárban, és aztán a biológia történelem szakot is elvégeztem az Egri tanárképző főiskolán, mert akkor a könyvtárba kineveztek ennek a két szaknak a szakreferensének. Úgyhogy 10 évig ott dolgoztam. És hogyan emlékszel vissza a balettmesteri képzésre? Ugye akkor kezdődött a nagy szenvedélynek a gyakorlása. Hú, akkor én voltam 48 kiló, és az működött bennem, hogy igenis megmutattam, hogy ide való vagyok. Mint egy őrült úgy dolgoztam egyszeren. Nem voltam tekintettel önmagamra, sem a határaimra, sem arra, hogy most sovány vagyok, és fizikailag nem igazán. De nagyon igyekeztem megmutatni, hogy odavaló vagyok, olyannyira, hogy az évfolyamvezető balettmester, Merényi Zsuzsa, akit imádtam, és ő is nagyon szeretett, harmadik év végén, amikor végeztünk, akkor mondta, hogy maradjak Pesten. És mondtam, hogy engem várnak a nyíregyházi gyerekek. De hát nincs is hol laknom. És akkor mondja, hogy hát lakjál nálam. Mondom, de hát egyedül nevelem a gyermekem, hozzad azt is. Nem tehetem, hát a sok gyerek itt vár, és Lili néni nyugdíjba akart menni. Az akkori balettmester Molnáni Mares Lili, akire nagy szeretettel gondolok, hiszen nála kezdtem az alapokat. És végül maradtam Nyíregyházán, de Zsuzsa annyit mondott, hogy ugye tudod, hogy ezzel a diplomával
nem szoktak vidékre menni, és azt is tudnod kell, ha az amatőr vonalat választod, örökké amatőr marad. Csak amatőr. Nézd a tér, és ránézel oda, és marad a kar, mert rülövél a levő. Hány éves kortól lehet elkezdeni balettozni? Én szerettem, ha betölti az 5 évet, bár vannak olyan helyzetek, amikor azt mondja az ember, hogy megalkuszik, hiszen amikor 2 testvér jelentkezik, az egyik mondjuk 7, a másik 3, 4, akkor végül is úgy kell döntenem, hogy együtt járjanak, hiszen nem várhatom a kedves szülőtől, hogy mit tudom én, később jöjjön a kisebbik, vagy a idősebbik balettórára, és így valahogy eltolódott a korhatár, bár sokszor volt olyan, egy 4 éves lepipált, egy 5 évest, 6 évest, volt ilyen persze, tehát nem is attól függ a kortól rá kellett jönnöm, hanem attól, hogy ki hogy áll hozzá, ki mennyire akarja, kit mennyire tudom az érdeklődését fölkelteni, mert hiszen az a legfontosabb, szerintem, és hogy kinek milyen az alkata, ahogy megfogja a rudat. Először én abból már tudom, hogy hoppá, ott lesz valami. Ahogy beáll és rám néz, és figyel, abból is tudom, hogy érdekli, fogja szeretni. És minden, aki az operaházban táncol most, vagy a Győri Balettnél, minden olyan növendékem, majdnem mind így kezdte. Hogy föltette a kezét a rudra, és rám nézett, hogy na, mi következik? Na, mit kell csinálni? Imád. Mennyire van alázat a mai gyerekekben? Ugye ehhez nagyon-nagyon szükséges az, hogy a tánc iránti alázata meglegyen. Vagy ez mennyit változott az elmúlt években, évtizedekben? Nagyon sokat változott, ez kétségtelen igaz. Mások a mai gyerekek, viszont nehezebb is közelebb férkőzni a kis lelkükhöz, de legtöbbször sikerül. Nagyon ritka az, hogy nem tudom kinyitni a gyereket. Nagyon ritka. Akit nem tudok kinyitni, az felnőttként is zárkózott ember marad. De akit ki tudok nyitni, az előbb-utóbb átveszi azt, ami bennem van. Tehát a művészetünk iránti végtelen szeretetet, tiszteletet, az alázatot, az iszonyatos munkát, mert ez akárhogy is nézzük, ez egy kimondottan fizikai munka. De a világ legszebbje, a világ legszebb, és ezt mindig elmondom nekik, hogy a világ legszebb művészetét tanuljátok, csak még nem tudjátok. Kérek egy jobb haránspárgát, gyerekek! Ráhajol? Hátra, vigyed mind a két vállad? Ráhajol, átfogod a talp közeped, spic-pipa, 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 angolt kérek, rugózol, átfordulsz bal harántba, ráhajolsz, hátrahajol, ráhajol, átfogod a talp közeped, spic-pipa, 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 vissza az angolba. Milyen eredményeket értek el a tanítványaid, amire igazán büszke vagy? Az, hogy sokan tanítanak, nagyon sokan az országba szerte szét, sőt van, aki Olaszországba és Hollandiába is tanít. Nagyon sokan Magyarországon is, Szombathelytől kezdve Debrecen át, Nyíregyházán is sok növendékem tanít. És büszke vagyok azokra, akik az operaház tagjai. Volt, akit Kisvárdán tanítottam, és most az operaházba táncol. Tehát nagy dolog volt, hogy kiálltam Kisvárdára, és ő belőle balerina lett. Vagy például a Tiszavasváriba a Farkas Levente, most az Operett Színházba táncol,
az is nagy dolog volt, hogy kijárhattam vidékre, mert az volt bennem, hogy van időm és van energiám, akkor miért ne? Miért ne menjek? És miért nem mutassam meg a vidéki gyerekeknek a klasszikus balett szépségét? Végül is onnan is sokan kerültek. A Győri Balettnél is táncolnak. Hát, és azt hiszem, hogy valamelyik néptánc együttesnél is van növendékem. Ugyanakkor két növendékem tanít a Magyar Táncművészeti Főiskolán. Nem vágytál el soha? Nem fogalmazódott meg benned, hogy el kell menned? Nézd, engem hívtak Izellomba, hívtak Kajániba, hívtak Bukarestbe, hívtak Debrecenbe, mehettem volna a Debreceni Csokonai Színházhoz, mikor balettmester koreográfust kerestek, és én bejelentkeztem. És kapok egy telefont, hogy menjek megbeszélésre, mert fölvettek. Képzeld, mi volt a következő mondatom. Na és mi lesz a Primavérával? Azt mondták, jó, akkor maradjon a Primavéránál, és letették a kagylót. Hát én jártam. Hangosan gondolkodtál. És így jártam, és akkor letettem a kagylót, és mondtam, hogy hát ezt elintézted, Ildi, de tulajdonképpen talán nem is vágytál rá annyira. Nem tudom. Dolgoztam a Nyíregyházi Színháznál, és koreografáltam, Jancsó Miklóssal együtt dolgoztam. Más világ. Valószínű bennem az van, hogy gyerekekkel foglalkozni. Imádok velük dolgozni, imádom kinyitni őket. Borzasztóan szeretem, és ezt érzik, és bújnak, és puszilnak, és azt a szeretetet, amit sugárzok feléjük, kezdem visszakapni, ahogy nőnek. És ez a szeretet megmarad még akkor is, ha már rég nem balettoznak, mert hát ugye Ildikó néni, akitől ezt kaptam, vagy azt kaptam, vagy ezt a csodálatos néhány évet, amit tölthettem a színpadon, vagy sikerélményem volt, vagy egyáltalán olyan többletet kaptam tőle, ami egy kicsit meg is változtatott, mint felnőtt embert. Másképp látják a világot. Fejecskék! Feje, kukucs. Igyekszem a belső békémet megtartani, és igyekszem ezt visszaadni a gyerekeknek is. Nem kell még érezniük, hogy milyen világban élnek, milyen zaklatott, és milyen felgyorsult, és milyen eléggé kegyetlen világban. Majd, ha kilépnek a felnőtt életbe, megtapasztalják. De nálam a szeretetet, a nyugalmat, azt, hogy egymás iránti tisztelet, na erre is nagyon-nagyon kényes vagyok, és nevelem őket. Nálam olyan nincsen, hogy bántjuk a másikat, mert akkor bocsánatkérés van, és puszi. Igyekszem, szigorú vagy? Igen, arról híres vagyok. De hát nem is, mondom is nekik, hogy nem is lehetek más, mert a klasszikus balettnek is szigorú szabályai vannak. Nagyon szeretlek benneteket, de azért szíveskedjetek összehozni azt az ötödik pozíciót, nincs mese, és addig nem indulunk, míg mindenki nem tökéletes. Én tényleg az vagyok, de ezt igyekszem becsomagolni. Ildikó tanítványai minden évben nagyszabású koncertet adnak. Ezek koreográfiája és zenei szerkesztése is szeretett balettmesterük munkája. És hogyan pattan ki a fejedből a koreográfia? Nagyon érdekes, mert jó néhány évtizede az imádott Seregi mester ellen volt az Operaház balettkara a Bújtosi Szabadidő csarnokba. És hát nyilván, hogy elmentem, és nyilván, hogy megnéztem, és akkor szóltak az akkori vezetőség, hogy a fogadáson is vegyek már részt, mert ugye a Seregi mester mellé kell valaki, aki tud beszélni olyan dolgokról, amit ugye a Seregi mestert is érdekelhet. Tündérember volt, meg kell mondani, egy imádnivaló ember, aki elkezdte, hogy na és miket koreografál? Hát mondom, ezt is, azt is. Rám néz, komolyan kérdeztem. Hát akkor elkezdtem mondani, hogy miket, és pólogatott meg, stb. Aztán jó másfél órát eltárgyaltunk, aminek a végén az történt, hogy na és megkérdezte, hogy és hogy koreografál?
Mondom, nagyon érdekes, drága mester, meg képzelje, otthon elképzelem, hogy mit és hogyan, de a balettteremben nem az jön a lábamra. Ó, azt mondja, ez írtó egyszerű, mennem innen, hanem innen koreografál. És ez úgy bennem maradt, és valóban így van. Tehát mindig az adott helyzet, az adott gyerek, az adott zene, sőt, még az én belső hangulatom is nyilván ebben közrejátszik, hogy most ha idegesebb vagyok, akkor gyorsabbra veszem furcsa módon a tempót. Volt már ilyen, rácsodálkoztam, hogy miért is így csinálta Dildi, de már mindegy. Hogy nagyon érdekes. Mindig az akkori zene hangulatát, az én hangulatom, a gyerek stílusát, technikáját kell figyelembe venni, és akkor azt szerint koreografálok. És jobbra egy, kettő, három, négy. Lezár. Csak a jobb keze föl. Jobb kéz. Csinc. Lezár. Jobbra sima röveranc. Sima. Egy. Lassan föl a jobb keze megint. Fügöny. Fügöny. Látom egyébként, hogy a szülőket is be tudod vonni ebbe a közös munkába, vagy legalábbis láttam a színpadon is, ahogy szülő a gyermekével táncolt. Ez igen. Hogyan sikerül? Hozzá kell tenni, és talán sokan nem tudják, hogy a Primavera nem egy támogatott csapat. Anélkül nem is tudnánk létezni, hogy a szülőknek az elkölcsi és az anyagi támogatása olyan téren, hogy a jelmezeket magunk varratjuk, mindenkinek sajátja a jelmez, tehát azért nem kevés anyagi áldozat még a tandíj mellett. Tehát nem vagyunk egy futtatott csapat, de hát végül is nem, olyan szempontból nem zavar, hogy tudom, hogy én megteszem a dolgom, és végül is nem is akárhogy, a többi meg hát vagy sikerül, vagy nem. De nélkülük nem lenne sem a balettiskolám, sem a Primavérám. Nagyon szeretem őket, van, aki egészen közel áll hozzám, van, akit szinte a nagy lányomnak érzek, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy a dolognak ott van a nyitja, hogy lassan, várjál, csak lassan 50 éve, 50-60 éve, jaj, jesszum, Peti, várjál, hogy gondolkozzam. Hát igen, lassan 60 éve van Nyíregyházán balettoktatás, és azért a 60 év alatt csak hogy fogalmazzam, születtek olyanok, akiknek ez úgy, mint élmény is megmarad. Most férhez mentek, szültek gyerekeket, és jöttek, hogy ó, Ildikun, én annyira hiányzik. Hát mondom, és gyere. Hát miért ne jöhetnél? Gyere balettórára. Hát de a színpad, mondom, jó, majd akkor szerepet is. És akkor igyekszem mindenkinek a nyilván hát tütő és nem spiccipő, bár néhányan bevállalják a spiccipőt is, de a tütőt természetesen nem, hiszen az alkatuknak megfelelő jelmezeket, szerepeket adok. És van, aki tovább marad, van, aki lelkesen, van, aki néhány évig, de van, aki már 8-10 éve folyamatosan velünk dolgozik. Elhozta a két gyerekét balettre, a kisfia akkor volt, a Csabuskánk ugye 3 éves, és a mamával együtt tanultak. És ha most az Ágneskére célzol, aki két szerepben is volt most a koncertesten, ő benne van egy kis bizonyos plusz, amit úgy érzek, hogy ő megtalálta, hogy itt tudja kifejezni, és itt tudja kiadni magából. És ez egy nekem is hallatlan jó érzés, hiszen nála hívebb és nála precízebb és igyekvőbb növendékem szinte nincs is. Annyira precíz, annyira jó, és remekül csinálja, és nagyon jól megoldja a dolgokat. Ő egyébként példa a többiek számára, egyre többen jönnek, és miért is ne? Hát végül is, ha belegondolok, szinte, hogy átvettem a balettiskolát Lili nénitől, azóta vannak anyukák is, akik járnak hozzá balettre. Tehát az, hogy felnőttként balettoznak, nálam természetes. Bármit tettem az életembe, bármit tanultam, majd dolgoztam, mindig ott volt a balett. Az Egri megyei könyvtáros koromban az olvasószolgálatban dolgoztam, egyébként nagyon szerettem, tehát valószínű boldog ember lettem volna én könyvtárosként is.
De például arabeszkel raktam föl a polcra a könyveket, ami számomra egy magától értetődő mozdulat volt, de néhányan az olvasók közül kimondottan azért jöttek, hogy lássák, hogy én hogy dolgozom, és pakolom vissza a könyveket a helyükre, mert nyilván már benne volt a táncos. Azzel akkor már én Lilinénél tizenvalahány évig tanultam balettozni, tehát nagyon bennem volt. A mozdulat az egyébként, ezt magyarázom is a gyerekeknek, annyira belülről jön, annyira őszinte, hogy olvasok bennük is, mert a mozdulat az mindent elárul. Na hát én belőlem is úgy belülről fakadt, magától értetődő volt, hogy én most a könyvet úgy, ha föl kell, akkor nyilván rölövébe, de mindig ott volt a tánc. Olyannyira, hogy annyira hiányzott, hogy akkor az EGI tanárképző főiskola néptánccsoportja egy kicsit, hogy úgy mondjam, haldoklott, és én elvállaltam, hogy vezetem, hiszen azt nem túl sokan tudják, hogy a Szabolcs Néptánc Együttes alapító tagja is vagyok, és 7 évig táncoltam Dalanics keze alatt. Az EGI néptánccsoport mivel melegített be? Nyilván klasszikus balett, magától értetődő volt, és én akkor megkoreografáltam Gorkinak a Makarcsudráját, ami majdnem olyan, mint a Rómeó és Júlia, csak más környezetben játszódik. És akkor egy országos versenyen indultunk, ahol bronzot nyert a koreográfia, és Vásárhelyi Laci bácsi volt a zsűrielnök, és azt mondta, ez 70-valahányban volt, hogy maga Ildikó feszegeti a néptánc meglévő kereteit. És ez az újságcikk meg is van, el is tettem. Tudnék, utána indultak el azok, hogy néptáncosok görög drámát táncoltak el, stb. Tehát utána végül is sokan merték ezt fölvállalni, és nagyon izgalmas dolog volt. Biztosan nagyon sok emlékezetes pillanat volt az életedben, akár fellépés, akár amikor a gyerekek léptek föl. Mi volt az az egyetlen? Van olyan, ami úgy igazán meghatározó, és akár minden nap, hetente, havonta eszedbe jut? Mint fellépés, tényleg nagyon sok volt, akár a sajátom nézem, akár a növendékeimet. Mint érzés, mint boldog pillanat, az pedig az volt, mikor fölvettek az Állami Balettintézetben. Az tényleg nagyon sokszor eszembe jut. Tudnélik, nem is olyan régen meséltem a növendékeimnek, hogy akkora öröm volt, hogy fölvettek, hogy bár a 3. emeleten laktam, de én azt a néhány sort, hogy felvételt nyert aláírás Kun Zsuzsa. Nagyon sokáig azt hitték el, hogy rokonok vagyunk, pedig csak névrokonok. Névrokonok, de egyébként őt is imádtam. Hát egyszerűen minden, ami balett, és mindenki, aki balett. És annyira furcsa dolgok, és apró dolgok maradtak meg bennem némely nagy táncosról, hogy magam is csodálkozom, hogy miért ragadta meg ennyire a figyelmem. Lásd Lakatos Gabriellának ugye a szájmozgása. Tehát az a pillanat, és eljutottam a 4. emeletig, de szerintem, ha 100 emeletes a ház, akkor én eljutok a 100 emeletig, mert csak olvastam, hogy fölvettek, és emlékszem, megálltam a 4. mert ugye nem lehetett tovább menni, és akkor csak néztem, és álltam, és nem tudom mennyi ideig, csak azt vettem észre, hogy bőgök. És emlékezetes mestered a Maress Lili nénén kívül? Végül is a klasszikus balettmesterem Merényi Zsuzsa volt, aki... Hozzá kell tenni, hogy amikor a 3. osztályon kiestem, ő a zsűribe ült, és nem akartam balra a kiesettek közé állni, és mondtam, hogy hát balerina akarok lenni, és az nem létezik, hogy ne vegyenek föl. Még azt is megígértem, hogy jó észófogadó leszek, úgy látszik, ez valahogy fontosnak tűnt. És akkor a Zsuzsa kijött a bizottságból, és mondta, hogy ölébe ültetett, és mondta, hogy már nem vehetünk föl, mert így döntöttünk, de gyere jövőre, én ígérem, hogy fölveszünk jövőre. És fölírta a nevem egy ilyen kockás füzetbe, jövőre pedig azt mondták a szüleim, hogy nincs pénz úti költségre. Na hát már férnél voltam, de még mindig visszatérő álmom volt, hogy batyúval a hátamon megyek a sinek, mert én is dörömbölök a balettintézet ajtaján, és nem nyílik ki. Na és amikor felvételiztem a mesterképzőre, úgy mentem el egyébként, hogy nem fognak fölvenni, meg hát van már 2 diplomám, hát, és nagyon fáradt voltam, hiszen mind a 2 munka mellett, gyerek mellett szereztem. Nem is tudom, honnan volt hozzá erőm és energiám, mert azért nem keveset kívánt az embertől, hogy úgy sem fognak fölvenni, hiszen gyerekkoromban kiestem. De hát tudod, már akkor bennem volt a bizonyítás kényszer, és én mintegy nem is tudom, akár néptánc felvételi volt, akár a klasszikus balett felvételi, nagyon akartam bizonyítani.
És emlékszem, sose fogom elfelejteni, látod, ez is olyan pillanat, amikor befejeződött a felvételi, és ment ki a csapat, és akkor bevillant, hogy hoppá, Ildi, hát behagytad a holmidat, a ridikült, meg stb. És rohantam vissza a balettterembe, és ott a bizottság még ott ült, és rohanok, hogy elnézést kérek, itt maradt a holmim, és akkor jövök ki, és akkor hallom, hogy hát ő benn van. Ő benn maradt. Hát még ki nem mondták a nevem, hát még örülni sem mertem. De amikor kimondták a nevem, és utána még a hivatalosan is megkaptam a papírt, az egy szüleim felé bizonyítás volt, hogy igen, én erre születtem. Én bízom benne, hogy csak úgy, mint a stáb tagjait, önöket is elkápráztatta a balett különleges világa, és élvezték a velünk töltött időt. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket. Viszontlátásra!